A videóhoz a legújabb Panini FIFA Women's World Cup 2023-as csomagokat és termékeket a Collector biztosította, nézzetek rá, link a leírásban www.collector.hu. Üdvözlök mindenkit, ez itt a Futballkárcon, és a mai videóban kibontunk egy teljes displayt a női világbajnokság kapcsán, hiszen tetszik vagy nem tetszik, azért szeretném kibontani, illetve vannak be olyan különleges kártyák, amik azért egészen jól néznek ki. RCA csatornán már játszogattunk ezzel, és ott viszont az Invincible-t kibontottuk, az nagyon jól néz ki, ott van egy kis színátmenet, úgyhogy minden esetre szeretném kigyűjteni ezt a szériát, azért mert mondtam, amiket mondtam ugye a starter kibontós videóba. Ez egy teljes bontatlan display, az árjegy az amúgy nagyon jól néz ki, én ezt így minden szériába, legyen az más gyártó, én ezt kötelezővé tenném. Egy, spórolnak, mert nem kell zárjegyet nyomtatni. Kettő, jobban néz ki szerintem, hogy ilyen tényleg ez a holografikus licensz matrica fogja össze a displayt. Kicsi displayről van szó, van egyes országokban 50 csomagos display, hozzánk nem ez érkezett, véletlenül azért már akkor egy teljes doboz nagyon-nagyon drága lett volna. Így 24 csomagot kapunk, 800 forint lenne a tasak, ugye, hogyha újságosnál egy ilyen helyen veszed, viszont a kollektornál ez már jóval olcsóbb, úgyhogy ott éri meg a legjobban, főleg ha displaybe veszed, akkor van egy kis mennyiségi kedvezmény is, úgyhogy én is azért bontok most inkább displayt. Nézzük is meg akkor, 24 bontatlan csomag, elvileg ugye azt figyeltük meg, hogy mindkét toronyban kell lennie valamilyen különleges rare kártyának, itt írja is, egyébként összesen 200 alapkártya van, 351 az összkártya, és az X-Rare 60 csomagonként van, tehát egyáltalán nem fix, hogy amit szeretnék kinyitni az Invincible, az benne lesz, tehát semmilyen szinten nincsen garantálva. Viszont az igen, hogy lesz valami rare, 15 csomagonként előfordulhat, tehát valaminek kell benne lennie. Nézzük meg, hogy bejön-e ez, hogy mindkét toronyban lesz-e valami különleges. Nem olyan biztos, de én azért reménykedek. Csillogósokat akár külön is tehetjük, hogy abból menjön. Egyébként már zajlik, nem tudom, hallottátok-e. Egyáltalán nincsenek reklámok, nagyon-nagyon kevés hír van. Itt nem irogat ki az Index mindenféle furcsa cikkeket Facebookra, sehova. Úgyhogy ilyen szempontból is úgymond el van felejtődve ez a női világbajnokságos széria, már nem csak a kártyában, hanem a valóságban is. Én azért figyelek majd arra, hogy a döntőről le ne maradjak, bár a meccseket én se követem az összeset, sőt, inkább csak az eredményeket, ha egyáltalán megnézem. Viszont ilyen logom nincsen, Zambia logója, egyetlen egy csillogós volt ebbe a pakba. Tehát már fut a női világbajnokság, úgyhogy aki szeretné, az nézheti. Potyognak a gólok, meg minden ilyesmi, úgyhogy az M4 közvetíti is magyar kommentátorral, úgyhogy ez meg azért nem olyan rossz. Illetve mi is szívesen játszunk vele. Alkalmazást nagyon hiányoljuk. Az nagyon kellett volna szerintem legalább egy fél évig, hogy fusson, mert oké, a szerver helyett meg minden ilyesmit foglalja, üzemeltetni kell egy ilyen alkalmazást, de hát azért egy pici valami lehetett volna, hiszen vannak játékpontszámok, tehát effektív játszani tudtok vele, csak alkalmazás nélkül. Hogy mit csináltuk ugye a VAC draftba. Na, itt jön egy zöldség, ez tényleg máshogy néz ki, ez a zöld dizájnos rookie vagy legend kártya, ott tényleg le a minimális változtatás, az szerintem ez lett volna, mint ahogy a teammate hátulján is változtattak, még nincsenek körvonalazva a játékosok, az olyan picit kevésnek érzem, de legalább valamit csináltak. A legend rookie world típusú kártyáknál egyértelműen jó ez a változtatás, az korrekt, a dühítő a többi a logó meg a fans, hogy ott nem változott a design, de ezen ne lovagoljunk tovább. Látjátok, itt is a legend az mondjuk nem néz ki annyira vészesen rosszul. Így is van. Nézzük is a következő pakkot. 24 csomagból hány csillogós jön? Jön-e egyáltalán valami izgalmasabb kártya? Mindkét oszlopból szedegetek. 6 kártyás egy pak. Nézzük is. Nem rossz, 2 csillogós, az már jónak számít. Egy pakból 2 csillogós, a 3 az igazi, az a legdurvább. Ó, és ott a Topmaster! Na, szuper! Oberdorf Topmaster, végre megvan ez is. Az Invincible még várat magára, de remélem, hogy az is majd ki fog jönni.
valamelyik pakból. Nézzük ebben mik vannak. Portugál logó, majd japán, ami csillogós. Következő csomag. Azt mondja, hogy van nekünk egy Luis, majd Keca. Érdekes nevű emberkék, egy Lawrence, hoppá, le is ejtjük. Egy Game Changer, Olasz, Bonanza, majd utána egy Sherdian, illetve egy Martens, annyira nem ismerem őket. Úgyhogy ezért a névolvasás is enyhén nehezen megy, meg hát nem is ismerem föl. De most néztük RCA-val pont néhány perce, hogy prémium széria is jön ezzel a nőhivel kapcsolatban, mint csak úgy pislogtunk, hogy ha ezt nem nagyon veszik az emberek, mert nem gyűjti, méldébe nem jön, nézői bontásokban nem jön ilyen bontás, vagy nagyon kevés, tehát egyértelmű, hogy annyira nem népszerű, akkor vajon egy prémium mennyire lesz kelendő, meg hogy mennyire tervezik árulni, ugye? Már hogy drága volt a licensz. De láttunk már képeket arról, itt egy dupla Rodriguez, argentin teammate, és egyetlen egy csillogós van ebbe a csomagba. Az elég kevés. Úgyhogy ha nagyon tetszik nektek ez a női világbajnokság, akkor tudtok gyűjteni majd belőle Donruss Premiumot is, ott viszont egy Topmaster. Ez szép, Mad Topmaster angol válogatott. Na megvan a kettő a displayből, úgyhogy Invincible-be innentől kezdve már nem reménykedhetek, hiszen beadta a garantáltat. Nagyon nagy mázli kell ahhoz, hogy itt bármiféle többlet Topmaster legyen, de végül is miért ne? Lehetne. Csak nagyon pici eséllyel vágunk neki a maradéknak. Viszont az albumba kell kártya, mert mondom, nagyon gyérül áll az albumom. Sőt, igazából nem is bontogattam eddig igazán. De most itt a lehetőség. Ha már ilyen olcsó volt. A jó kis display. Ó, na ezek nagyon tetszenek. Ez a kártya az, hogy van rajta valami fényefekt, de ilyen nagyon minimál. Ott látod? Ez ilyen nagyon-nagyon pici. Ez kegyetlen jól néz ki a trófa. Ha ez lenne férfi VB trófásba is, szerintem elképesztően menő kártyának számítana. Sőt, mindjárt kirakom standre is, mert ez nagyon durva. Tehát ez az, ami még talán az Invincible-n is letisztultabb, vagányabb, semmi túlzás nincs rajta. Tehát már-már ilyen prémium kártyás feelinget ébresz bennem, annyira szépen néz ki a trófea kártya. Úgyhogy az mindenképpen megsüvegelendő, hogy legalább ilyet csináltak, ha már más nem. Paniniek háza táján. Úgy, logó. Ez se rossz. Elég kevés csomagunk van hátra, ha jól számolom, akkor 4. Úgy. Amerikai, angol, majd utána egy Zambia, ír, Új-Zéland is volt ott, meg dél-afrikai. Harmadik csomag, amit bontok, Dél-Afrika, Haiti, majd utána egy kínai, illetve egy német, Kolumbia és angol. Szépen hozza a csillogósokat. Abból is azért most már jó nagy boostot kap az albumom. A display doboz után argentin, Nigéria, majd egy új-zélandi logó, egy legenda kártya, bronz legenda kártya. Ráadásul, mint a neve bronz, nem a csillogása. Úgy. És itt is vannak szép lapok, kettő csillogóssal, német, illetve egy Fülöp-szigetekivel. Teljesen jó, a kettő Topmasternek örülök. Tényleg ez volt a kötelező, ami így garantálva van ezekben a dobozokban. Rengeteg teammate, hogyha jól válogattam, akkor itt egy jó nagy teammate kupacot kapunk, amiket aztán majd lehet a albumba pakolászni. Sorszám ugyanúgy van a kártyákon, tehát szépen be lehet tenni. Vannak kisebb-nagyobb elcsúszások az albumba, hiszen nem mindegyik csapathoz tartozik ugyanannyi lap. Németeknél mondjuk több van, mint egy Fülöp-szigetekinél, de ezt majd úgy is látjátok, ha tényleg ti is rendezitek az albumot, illetve majd fogunk csinálni teljesen teljes album, 100% album bemutatót is, ott pedig majd ezek is látszódni fognak. Ezek a csillogósok, jó sok van, a standard pedig szerintem jobban megérdemli a
standard színű vagy dizájnú topmastereknél ez a speciális World Cup, női World Cup trófea. Úgyhogy köszönöm szépen, hogy itt voltatok, legközelebb találkozunk, következő videóban addig is jók lehetek, sziasztok!